megelevenednek a rajzok, mozgó és állóképek működnek együtt ebben a videóban. Így is és kiállításon is bemutatták az Eszterházy Károly Főiskola gyakorló iskolájának kulturális gálaműsorán a képzőművészeti anyagot, rajzokat, festményeket. A gyakorló egyben alapfokú művészetoktatási intézmény is, ahol képző és iparművészetet, zenét, táncot tanulhatnak a diákok, drámacsoport is működik. A nagymama azt mondta, Istenem, akár csak az anyja! Az első Dések Janikovszky Éva, Kire ütött ez a gyerek című művét állították színpadra. Egy kis gyerekről, aki először még kicsi, és amikor kicsi, akkor még jó, és amikor megnő, akkor már rossz. A másodikosok kedvence a három kismalac, ők azzal mutatkoztak be, nagyon sokszor gyakorolták. Négy kismalac van. És két farkas. Igen. Miért bővítettétek ki? Mert nagyon sokan szerettünk volna benne játszani. És még így is van, aki nem szerepel benne. Vers, próza, drámacsoport és idegen nyelvi színjátszók, kortárs tánc és néptánc, népzene és opera, művészeti ágonként és műfajonként is színes volt a paletta. A művészet legnagyobb értéke, hogy örömkönnyeket csaljunk a szemekbe, mosolyt vakasszunk az arcunkra, szerintem magyarázni nem is kell. Tehát a művészet örök érték számunkra. A kultúra annyi, mint tanulás, megszerezni, színvonalon tartani nehéz, elveszíteni könnyű, idézte Kodály Zoltánt az intézményegység vezető, nagynév Fóris Katalin. A kulturális bemutató régi hagyománya az intézménynek. Ez a harmadik év, hogy az iskola minden színterét átfogja a gálaműsor, az alsó és felső tagozatot, a gimnáziumot, a szakképzést és az alapfokú művészetoktatást.